Köszönöm szépen. Én a meghívást. Tudja, mit mondok én magának? Csak elérte, amit akart! Felelősségvenni tette kárgyárgyát! Elszigített a kislány fejét! Levin, ezerszer jobb ember! Viszont ez a ficsúr Péter Váron? Ezek mindegy kaptafára készülnek. Persze, hogy egy hívásúak. Senki állt a megkülön üzenek akkor is, ha egyszerű ér csörgetetre bennük. Az én lányom, senkire nincs rászorulva. Az ember rád hallgatna? Akkor mi sorsa adnánk kéne a lányunkat. Márpedig, ha így áll, akkor inkább költözzünk van. Hát jobb is lenne elutazni. Még minden rendbe fog jönni. Mi fog rendbe jönni? Rendbe jön! Magában nincsen büszkeség, méltóság, miért szégyenik és kínoz ez az aljas és ostoba házassági ajánlattal a lányunkat? Undorítom! Anna Karenina a Bárka Színházban eddig hazánkban még nem látott feldolgozásban, illetve most itt Önök a palettában már láthattak egy részletet. Vendégem Seres Zoltán, a Bárka Színház igazgatója. Jó napot kívánok, köszöntöm. Ugye ebből a különleges vagy csavar történetből, mert hogy egy kicsit más ez, mint a megszokott Anna Karenina. Már ezt láthattuk így ennyiből is. Igen, már még attól is más volt, hogy ez egy próbatermi felvétel. Annyiban más, csak mondjuk örülök egy ilyen fölvezetésnek, hogy izgalmassá teszük, hogy végülis a Tolsztoj azért egy nagyon egyszerű történetet írt meg, ott egy házasság, amivel megjelenik egy harmadik házasság tönkremegy, és ennek súlyos ára van. Ma ebből azt hiszem, hogy rengeteget lehet mondani. Csak a Tolsztoj regénynek ugye van egy nagyon izgalmas része, nem véletlen a vaskos regény. Tehát ő ízekre szedi ezt az egészet, a következményeit, hogy ki hogyan éli meg ezt. Egészen ízekre, tehát hajszál vékonyra bontja. Ez nem szedi ízekre? De ez is ízekre szedi. De, Klim darabjáról van, igen. Ő egy ukrán író, aki egy nagyon különleges és furcsa figura, egy egészen szabad művész, és filozófus, és mindenféle ilyen egyebek vannak az ő írástudása mellett, és ő is pont ezt az ízekre szedést próbálja megcsinálni, azzal együtt, hogy a darabban szándék szerint nem csak magának a történetnek a feldolgozását látjuk, hanem itt-ott érintjük a művészet problematikáját. Nem véletlen az, hogy egy filmes feldolgozás is párhuzamosan zajlik benne. Ezek a dimenziók hogyan váltogatják egymást, és hogy egy szituáció igaz a színpadon, de hogyha egyszer csak közelibe mutatom, akkor az mennyire jelenthet mást. És ez párhuzamosan fut, miközben egy filmforgatást is látunk, illetve hát kamerával dolgozzák föl. És a rendező is ukrán, bocsánat. Igen. Ő a Vlad Troicki, igen, aki nálunk az Éjféli meséket rendezte a Bárka Színházban. Egészen sajátságos stílus az, amit ő csinál. Maga a munkamódszere is egy sajátságos, és az a képi világ, vagy az a gondolati világ, amit ő képvisel, az nagyon egyedi. Elég nehéz őt befogadni, mert nagy türelem kell az ő időkezeléséhez és idejéhez. Színészi szempontból, vagy színészi szempontból? Színészi szempontból szerintem másodjára, mert így a társulat azért annyira nem mindegy. Nézői szempontból? Nagy türelem kell hozzá. Azt az elvet vallja, hogy szalad körülöttünk annyira minden, hogy most mi álljunk meg egy pillanatra, és valóban gondolkodjunk el. De valóban gondolkodjunk el. És képesek dolgokon. Erre a nézők, amikor így bemennek? Mert hogy ugye erről szól az életünk, hát a folyamatos rohanásról, ahogy mondta. Tehát, hogy hirtelen belassulni. Mi a tapasztalat? Az Éjféli mesék kapcsán az a tapasztalat volt, hogy egyre többen voltak erre kíváncsiak a nehezen emészthetőre. Ha most itt az Anna Karenina kapcsán nem a futószalagon érkező házasságok válságtörténetét picit érintve a tetejét, és úgy csinálnánk, mintha mélyre mennénk, nem ezt kapják, akkor talán ez nekik nagyon-nagyon vonzó lehet. Főleg a nőknek, azt hiszem. De mitől mély a mély? Szóval az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy mert hogy ugye eleve Tolsztoj is azért ez végig ízekre szedte ezt, tehát nyilván ő is belement azért ott a lelki világokba, a különböző személyiség típusokba. Itt is csak gondolom itt egyfajta kortárs szemlélettel, nem?
Annyiban kortárs egyébként, ha már nem tudom, kortárs. Kortárs vagy nem kortárs? Ugye mostában előszeretettel beszélek a posztdramatikus színházról, aminek az elemzése most ne fogjuk bele, mert nincs ne, ne ide. Mert lehet, hogy bele is fulladnék ebbe a dolgba. De az, hogy kortárs, nem kortárs, ezt nem tudom. A bátorságon is egy csomó minden múlik. És azon, hogy megmeri kérdezni egy szereplő, nagyon fontos, jelentős időt fordítva arra, hogy abban az állapotban, amiben most vagyunk, mit mondok majd a gyerekemnek a halál utáni létről? Mit mondok arról, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten? És akkor ezen érdemes elgondolkodni. Miközben eltávolodunk egy annak a lényén a szorosabb történettől, egy házasság tönkre menetele, válsága, a gyermek. Nem kockázatos ez, ugye megszokhattuk, hogy például az Anna Karenina esetében, ugye, vagy már láttuk a musicalként is, azt a két évvel ezelőtt mutatták be, most filmben is látjuk, tehát nagyon-nagyon sok helyen fut, vagy már találkozhattunk vele, és ugye az egy hát valóban egy ilyen nagyon szép, megható, szomorú, szerelmi dráma, vagy mondhatjuk ezt, és ehhez képest most kapunk egy teljesen mást, olyan kérdéseket, amire nem is gondolnánk, hogy kerül ez az Anna Kareninába például, amiről beszélünk. Ez azért lehet így többek közt, mert ha most mindig azt mondom, hogy a klasszikusok, és ebben az értelemben a Tolsztoj is egy klasszikus, hogy az ízekre szedés, amihez vissza tudok térni. Minden nagy klasszikus, akár Virgili drámairól van szó, tehát Shakespeare vagy a görögök, valami olyan alapvetést tesznek, amire mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon nehéz az egyensúlyukból kibillenteni. És az Anna Karenina is egy ilyen mű. Hát azért az Anna Kareninát nehéz az egyensúlyából kibillenteni, és ha az elég kortársnak, hogy ez az ízekre szedés, és türelem, és idő, és gondolkodjunk el másokról is egy bizonyos feszültség vagy szituáció kapcsán, akkor ez ma már elég kortárs szerintem, mert pont az ezekre szánt időket nem hagyjuk meg szerintem. Mikor láthatja ezt a közönség? Ez a tavaszi fesztivállal együttműködésben készült, március 22-én a tavaszi fesztivál nyitónapjának is az egyik programja lesz ez, pénteken este 7 órakor. Köszönöm szépen, hogy beszélgettél. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönöm, hogy